Sziasztok! Üdvözlök titeket újra itt a mai videóban. Én Timi vagyok, és ismét egy avonos csomagot fogunk kibontani. Megnézzük, hogy mit tartalmaz a csomag. Arra gondoltam, hogy mostan úgy fogom kezdeni, hogy azok a termékek, amik rendelésre jöttek, őket fogom először megmutatni, és a legvégére hagyom azokat, amiket én rendeltem saját magamnak, hogy így egyben meg tudom nektek mutatni azokat a termékeket, amiket magamnak vásároltam, és így, ha már próbáltam, véleményt is tudok róla mondani. Azt szerettem volna még tőletek kérdezni, ha netán érdekel a jövő havi katalógus is, akkor szóljátok, mert akkor együtt meg tudjuk őket, meg tudjuk lapozni, meg tudjuk nézni, és megmutatom nektek. Nem egy nagy doboz mostan, mivel már tettem rendelést ebben a hónapban, így most nincsen nagy rendelésem. Úgyhogy emiatt nincsen sok termék sem. Legelőször van egy intim lemosó. Ebben a hónapban 399 forintért lehetett megvásárolni akciósan. Ő rendelésre van. Akkor még van egy körönvágó olló rendelésre. Ő 899 forint. Rendelésre van még egy sampon és egy hajbalzsam. Ők is 399 forintért lehet megvásárolni őket akciósan a februári katalógusban. A februári katalógus végén van kettő oldal, ahol minden termék 399 forint. De ugye úgy lehet őket 399 forintért megvásárolni, hogy kötelező egy teljes áron vásárolt terméket is rendelni a katalógusból. Ugye nagy rendelésnél nem szoktam senkinek mondani, hogy figyú rendeljél vagy sem, mert akkor tudom, hogy van annyi rendelésem, hogy a 399 forintosokat meg lehessen rendelni akciósan. A vevő, aki vette, most két hete is vásárolt belőle, és nagyon meg van vele elégedve, úgyhogy mondta, hogy ha tudok még tenni fel, akkor tegyek neki még egy adagot, mert nagyon meg van vele elégedve. Azt mondja, hogy puha tőle a haja, úgyhogy újra fogom tenni neki, úgyhogy újra is vásároltam. Vett magának még egy kakóvajas tusfürdőt is, 400 milli Avoncare, ugyanaz a csomagolás, ugyanaz a kiszerelés, mint a sampon, ő is 399 forintért. Még van egy nagy táska is, őt csak katalógusban tudom nektek megmutatni, hogy hogy is néz ki. Mert rendelésre van, és nem szeretném megbontani, de hogyha pikpak megtalálom a katalógusban, akkor megmutatom nektek, hogy milyen. Van szürkében és rózsaszínben lehetett megvásárolni. Őt a nővérem vásárolta. Most pont nem fogom, figyeljétek, megtalálni majd a katalógusban a táskát, de csak azért, mert ugye kapkodok. 5700 forint, remélem látjátok. Így tartom. Rózsaszínben és szürkében lehet. Ő lenne a modell, egy méretet sem ír, de lehet, hogy itt fog rajta írni méretet. Nincs feltüntetve a méret, ő lenne a táska. És akkor innentől kezdve a termékek mind az enyém. Mivel a
vásárló mondta, hogy nagyon szereti a tusfürd, a, bocsánat, nem tusfürdőt, a sampont és a hajbalzsamot. Megvásároltam én is, gondoltam, kipróbálom. 399 forintért, még ha nem is vált be. Nem egy nagy pénzkidobás. Úgyhogy én is megvásároltam magamnak, és ki fogom őket próbálni. Ugyanúgy 399 forintért lehetett kapni egy kakóvajas tusfürdőt, és egy száraz bőre való testápolót. Őket is megvásároltam 399 forintért darabját. Szerintem ez egy nagyon jó ár, és arra, hogy az ember kipróbálja és eldöntse azt, hogy szereti vagy sem, és újra fogja vásárolni, pont elég. Remélem, hogy nagyon jók lesznek, mert az illata az nagyon, de nagyon isteni. Akkor még vásároltam még egy ilyen arctisztítót, tudjátok, amit felrásztok, és hab állagban jön ki. Eva Nutra Effects. 150 milli, és akkor azt mondja, hogy habzó arctisztító normál és vegyes bőrre. Könnyed habzó arctisztító hatékonyan és gyengéden távolítja el az arcról a szennyeződést. Akcióban volt 799 forintért, remélem így látjátok. Úgyhogy egy próbát fogunk vele tenni. Van még itten, mint külön, ez egy ilyen szett lenne, de mint külön kapható, nem szettben. Van egy arcmaszk, kollagénes és elasztinos arcmaszk, egyenletes rétegben oszlasd el az arcodon, hagyd fenn 15 percig, majd bővízzel most le. Egy nagyon kis picike kis 50 ml-es, és ilyen 5-600 forint körül volt. Akkor ő egy kézkrém, ne vidd el, mert elég szökik a dolgokkal, ő egy kézkrém. 75 millis ugyanebből a Avon Care Age Restore. Hirtelen akartam mondani, bocsánat, elfelejtettem. És akkor masszíroz kezedbe, körmeidbe és köröm ágyba. Hát ez sima kézkrém, erről többet nem tudok mondani. És még van még egy 100 millis arckrém. Ugyanabból a kategóriából. Nem tudom, látjátok-e, mert annyira ver a fény, így tán, hogy nem nagyon tudom megmutatni. Ő nála azt írja, hogy bőrfeszesítő arckrém. Az illata nem a kedvencem, de szerintem jó lesz. A krém volt 690, nem, 499 volt akcióban, 699 volt a arcmaszk, és 399 a kézkrém. Ő lenne még. Akkor még vettem még egy kókuszos kézkrémet. Nagyon szeretem, többször újra volt már vásárolva. Ő is egy Isten, de jó illata van. Ő is egy szárazbőrre való kézkrém. Tiszta szívemből tudom ajánlani azoknak, akik még nem próbálták, és nem találták meg azt a kézkrémet az évontől, amit nekik jó lenne, egy próbát megér. Általában mindig 399 forintok a kézkrémek. Akkor van még egy sminklemosó. Ő egy ápoló szemfesték lemosó. Gyengéden törölje át a szeme környékét, hogy a szemfestéket eltávolítsa. Ő ilyen tej állaga van, ha jól emlékszek, mert régen vásároltam már. Az illata az nagyon jó. Olyan rég vásároltam, és rég használtam, hogy azt mondtam, hogy most újra
Megpróbálom. És van még egy ajakápoló. Nem kipi. Jászminnal, amit Erik el is lopott. És más a dobozban nincs, csak a számla és a csekk. Ez egy ilyen gyors talpaló volt szerintem, mert hirtelen így gyorsan végigszaladtam mindenen, de remélem, hogy érthető volt, és tisztán beszéltem, és jól hallottatok. Ha szeretnétek hasonló videókat, mondtam, esetleg átlapozni az Avon katalógust, vagy bizonyos termékek érdekelnek titeket, és azt szeretnétek, hogy többet meséljek róluk, komment részlegben meg tudjátok írni azokat a termékeket, amikről szeretnétek többet tudni, és én segítek, vagy csináltok egy külön videót Avon katalógus bemutatásról, vagy bármilyen más ötletetek van, akkor a komment részlegben kérlek írjátok meg. Ha meg tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nyomjátok a kis csengőt, hogy mindig kapjatok értesítést arról, amit éppen posztolok. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a további szép napot, vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!